az autós ágazatnak szüksége van a Balaton regatta élményeire. Ezt mondta tavasszal Gablini Gábor, a Gépjármű Márka Kereskedők Szövetségének elnöke. Akkor azzal indokolta ezt a kijelentését, hogy a gazdasági válság az autós szakmát érintette leginkább, így a balatoni amatőr vitorlás verseny alkalmas arra, hogy kiürüljenek a rossz élmények. Így történt-e idén is? Erről kérdezzük őt, valamint Spilák Gábort, az Ivanics Kft. Szervizvezetőjét, rutinos regattázót. A balatoni szél tényleg elfújta-e a gondokat? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! No, hogy kerül egy autós a vízre anélkül, hogy áttörni a korlátot? Néhány évvel ezelőtt az Unika regatta szervezői megkerestek minket, hogy a tematizált módon az autós szektornak is ajánlanának egy verseny lehetőséget, és akkor még ez 2008-ban, 2008 tavaszán akkor még mindenki úgy gondolta, hogy a világ az továbbra is szép lesz és fejlődik. Viszik az autókat. Mindenki. Nem is volt kérdés a válasz. Miért ne? Hát mindenki svájci frank alapú leasing, ezért vesz föl, így van? Ahol kipróbálhatjuk magunkat, de félretéve a tréfát természetesen. Aki ismeri egy picit a mi szakmánkat, azért azt tudja, hogy ez egy 8 órás szakma, ez is 24 órás, 365 napos szakma, és ha van lehetőség arra, hogy ebből egy picit ki lehet szakadni, ki lehet kapcsolódni, akkor miért ne? A vitorlázás önmagában pedig jó levegő, csend, nyugalom, barátok, ismerősök, ha az embert körülveszik. Én azt gondolom, hogy ez tényleg lehet egy jó lehetőség arra, hogy valaki feltöltődjön, kikapcsolódjon. Te rutinos regattás vagy, igaz? Fogjuk rá, igen. Ez egy jó pár éve vitorlázom már. Egyébként mennyire népszerű az autós cégtársadalomban, tehát nem az autósok között, hanem az autókereskedés és ebben az iparágban a vitorlázás? Szerencsére évről évre azért egyre több olyan ismerős arcot látunk, akik egyrészt visszatérnek és hoznak magukkal új kollégákat is. Ugye a regattákon azért találkozunk jó pár olyan támogatóval, szponzorral, amik az autós területről érkeznek. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy szerencsés, és egyre inkább megmutatkozik az, és ugye emögött azért húzódik egy olyan vonal, hogy azért a vitorlázás egyre nagyobb népszerűséget kap, és így egy nagyon jó reklámfelület ennek kapcsán ugye az automárkákat, vagy akár cégeket megjelentetni, és ez nem elhanyagolható. Mi az, amitől ez jól tud működni, tehát ami közös lehet, ami átfedés, ami az autós cégeket vízisport szponzorálására tudja rávenni? Elvileg az ember kapásból azt gondolná, hogy távoli a kapcsolat, de nem biztos. Én úgy gondolom, hogy ha egy picikét a sport felé megyünk el, ez nem az a fajta sport, ahol napi 2 órát, 3 órát futni, úszni kell. Azért az autókereskedelemben dolgozó tulajdonosok nagyobb része azért már az 50-es évein túl van. Tehát ide extrém sportteljesítmény kevésbé várható el, kevésbé mozdíthatóak meg, viszont olyan, ahol ráadásul csapatban lehet együtt lenni. Tehát nem feltétlenül az kell, hogy... Például a csapat az fontos, nem? Kiemelten fontos. Már csak azért is, mert a tulajdonosnak egy jó lehetőséget ad arra, hogy itt átadja a stafétabotot, és ne az legyen, hogy ő neki a hajón is irányítani kell a csapatot. Lementem aludni, vigyétek a hajót, így van? Így van. Vagy én vagyok a nehezék, hát, vagy aki megkeresi a bóját. A többiek pedig tudják, hogy mit kell csinálni. Ilyenkor megjelenik egy szerepcsere sokszor. Ugye, hogy az, aki mondjuk a cég mindennapi életébe vezető, az ilyenkor beáll a sorba és elkezd mannschaftként tevékenykedni. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó szempontváltás, hogy mi is az, ami mozgatja, vagy kiszáll ebből a vezető szerepkörből, és elkezd más utasítására különböző dolgokat végezni a hajón. Általában üzletélet, cégvezetők, beosztások kapcsán, hogy amikor ilyen másik helyzetbe kerül valaki, akkor ki tud-e szállni, vagy sem, mert gondolom van olyan, aki meg nem, aki ott is irányít, nem? Hát akkor kénytelen kiválóan képzett vitorlássá válni, mert irányítani egy hajót csak azt tud, aki egyébként nagyon benne van. Ez a mindennapokban azért nem jellemző, és ahogy az előbb a Gábor mondta, én is így gondolom. Én magam is kifejezetten csak úgy megyek föl a kollégáimmal a hajóra, nagy örömmel egyébként mindig, ha és amennyiben nekem csak is a hajósinas szerep jut. Ez nekem egy jó alkalom arra, hogy tényleg élvezem a vizet, élvezem a versenyt, szurkolok a csapatnak. Itt nem a parancsnoki ídon, legfeljebb a fedélzeten lesz oroszlán, hogy így mondjam. Nem? Igen. No, idei regatta. Azt gondolom, hogy gyönyörű szép időnk volt, nagyon jó széllel. Ezt akarom mondani, mert mi is voltunk a média regattán, és a széllel gondjaink voltak. Ott problémák voltak, igen, a széllel. Hát ez a nyár vége kezdődő össz, ezért ez már jobb ilyen szempontból, bár ki lehet fogni itt is. Hát egy ez augusztus, ez mindig egy lutri. Igen. Hogy milyen idő lesz, egyébként egy nagyon jó, szép kifújt szél volt, nagyon jól mentek a hajók, én azt gondolom, tényleg nem lehet volna, az nagyon jó volt. Már fel volt melegedve a Balaton, utána egy csobbanás, úgyhogy teljesen jó volt. Erről, ezt a versenyzést ugye már évek óta folyik, nagy a megelégedésetek, tehát akkor ez hosszú távú lesz, így van? Amikor először gondolkodtunk erről, akkor még én is bizonytalan voltam, hogy a szövetség mellé áll ennek a kezdeményezésnek vagy sem. Az elmúlt 4 év megmutatta, hogy egyrészt a szervezők is professzionálisan jól végzik a munkájukat, 2, a kollégák is ráéreztek az ízére. És hogyha ez így összeállt, elégedettség megvan, szeretettel, örömmel megyünk le, akkor igenis ennek én úgy gondolom, hogy hosszú távon kell, hogy jövője legyen. Hány hajót töltött meg az autós céges társadalom? Hát 98 induló volt most a regattán, ennek a harmada volt körülbelül, aki valamilyen úton módon az autózáshoz kapcsolódott. Ez évről évre növekvő szám, még akkor is, hogyha ma az autókereskedelem, az autózás világa nem egy sikertörténet, de én azt hiszem, hogy aki belekóstol ebbe, aki ráérez az ízét, amikor a hullám felcsap és a vízpermet az arcába csap, és akkor egészen más. A Balatonról látni a hegyeket, a körülvevő környezetet, az egy olyan élmény, ami én azt hiszem, hogy a legkeményebb problémák kellős közepette is egy igazi ilyen agymosással fel tud érni, egy igazi jó kikapcsolódással fel tud érni. De azért itt a válság közepette azért az még nem jutott eszükbe, hogy a kínálatot, a gépjármű kínálatot esetleg kitűnő vitorlásokkal lehetne bővíteni. Hát én azt hiszem, hogy a vitorlás értékesítésben profik vannak, akik régóta itt dolgoznak, látjuk, tapasztaljuk azt, hogy az ő helyzetük sem könnyű a mai világban. Én azt hiszem, az a jó, ha mindenki megmarad a kaptafánál. A vitorlázók, akik profik egyébként és vitorlás értékesítéssel foglalkoznak, hétvégén kikapcsolódnak egy jó autóban, az autósok pedig, amikor tehetik a hétvégén, beülnek egy jó hajóba, és ebben múlatják az időt. Na ez az, tehát akkor azért beszéljünk arról is, hogy nem feltétlenül csak egy év múlva veletek ugyanitt, hanem akár gyakrabban is, nem? Tehát, hogy akár egyre többen, akár gyakrabban is az éves regattán túl is versenyeznek. Például, Gábor? Hát ugye számos olyan verseny van a Balatonon, amin különböző hajóosztályokban különböző csapatok indulnak. Ugye mi nagyon sokszor találkozunk más autós cégek által szponzorált csapatokkal is. Én azt gondolom, hogy ez nem is volt ez így, tehát soha nem csak az autós regatta volt az, ami kifejezetten a szakmának szólt. Nyilván ez egy olyan gyűjtőhely, ahol tényleg régi ismerősök, régi barátok kerülnek megint közelebb, de általában azért, aki a vitorlázást komolyan veszi, és a vitorlázásban rendszeresen ott van, az többször találkozik a Balaton legkülönbözőbb pontján, akár a Kékszalagon, akár az összes bajnokságon, vagy egyéb versenyen. Uram, mi más mondhatnék, egy év múlva akkor találkozunk, addig meg jó szelet a szalomokban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.